belvésén, mert általában mindenki, amikor digitalizációról beszél, egyértelműen úgy gondolja, hogy az adatbázis építése egy digitalizáció. Azért nem nevezhetjük önmagában digitalizációnak az adatbázis építést, mert már eleve elektronikus formában van, mert csak az adat, mert többször. Vannak kivételes esetek, tehát nem, ha mondjuk egy kartot digitalizálunk be, és abból keletkezik egy adatbázis, az nyilván digitalizáció. De amikor egy fajlistát állítunk össze a számítógéppel és bekötjük, az nem digitalizáció. És ha tovább lépünk ezen, és hogy miért digitalizálunk. Nyilvánvalóan vannak olyan nagyon közkedvelt mondatok erre, amiket mindenki ismer. Ezeket itt én szép lassan felsorolnám, azt hiszem, hogy ezzel ne is mélyedjünk ebbe annyira mert egyértelműek. A legfontosabb talán számunkra az állományvédelem és a megőrzés. Nyilvánvaló, hogy, és akkor itt már nem csak a természettudományos gyűjteményekről van szó, hanem a hozzájuk tartozó könyvtárról is. Itt a mai előadásban pár szót fogok csak erről elteni, összefoglalóan, amikor a természettudományos gyűjtemények digitalizálásáról beszélek, akkor értelemszerűen a könyvtár is benne van, de ott azért hozzá kell tenni, hogy magában az, hogy online felületen egy könyvtári szolgáltatást folytatunk, az önmagában nem a digitalizáció kategóriája, de amikor már egy fotoarchívumot hozunk létre, és azt feltesztük a Nemzeti Digitális Könyvtárba, és ehhez betadatokat csatolunk, akkor az már digitalizáció. És nagyon fontos az, azt hiszem, az egészben, hogy a digitalizálás során keletkezett bármilyen formátumú kép, az a továbbiakban könnyen sokszorosítható, átalakítható és adott esetben restaurálható, ami bár lehet, hogy itt első pillanatra furcsának tűnik, de majd mutatok egy-két példát, hogy hol is jön be a restauráció a természettudományokban. Tehát van még egy fontos dolog az, hogy az Európai Unió ezt egyenesen kormányzati kötelezettségként fogalmazza meg. Most, hogyha megnézzük, hogy mi tartozik tulajdonképpen a digitalizációba, akkor egy pár ilyen folyamatot vagy akciót föltüntettem. Nyilvánvalóan a mai adásban ennek is a töredékéről lehet beszélni. Sokhoz jó magam nem is értek, mert majdnem úgy kerültem bele ebbe az egész történetben, mint Pilátus a Prédóban, mint teljesen, de azért nyilvánvaló, hogy rengeteg olyan szabvány, adatstruktúra létezik, amihez teljes munkaidőt igénylő embernek a aktivitása szükséges, tehát ezeket én most nem fogom olyan részletességgel ismertetni, viszont nagyon jól megtalálhatók a webben. Tehát amikről beszélni fogok, azok a projektek, amiket az elmúlt években a múzeum elkövetett, és ez valamilyen irányvonalat adhat és fogadni, azt hiszem annak, hogy a jövőben milyen típusú digitalizációs tevékenységet érdemes folytatni az intézménybe, és hát nyilván ebből más múzeumok is profitálhatnak. Az első ilyen digitalizációs projekt az a 300 gyöngyszem volt, ez még a ezredforduló tájékán született, ha jól emlékszem. Ekkor még nem voltak ilyen digitális ketyerék, tehát a fotózás is analóg módon történt, majd a diapozitívot dobszkennerrel szkenneltük be, és hát így készültek óriási háttérmunkával a Photoshop, stb. Az ilyen típusú megjelenített webes oldalak, az eredeti weboldal már nem létezik, tehát ezt én az archívból állítottam össze a következő képeket, és akkor az volt a szándék, hogy valami olyasmit tegyünk föl a webre, ami kuriózum, hogy tényleg a műsorokat valamilyen szempontból kiemeli, és ugyanakkor látványos is, és
és ugye a nézőközönség számára ez érdekfeszítő lesz, ez kétnyelvű volt ez a, ez a honlap. Ezt a, azért fogok egy pár ábrát bemutatni, mert itt szembesültünk azzal legelőször, hogy a tárgyfotózás az, az egy művészet. Tehát ez nem múzeológusi feladat, ehhez külön fotóművészre van szükség, hogy valaki egy, egy ásványt, kőzetet vagy egy kristályt, azt, azt olyan minőséggel tudjon lefotózni, hogy azt tényleg vállalhatóan ki lehessen tenni a rendbe. Tehát azt, hogy csillogásmentes legyen, olyan pozícióban legyen bár, olyan háttérrel, hogy kiemelje a jellegzetességeit. Ugyanígy az amatisztnél is a csillogása úgy jön vissza, hogy a struktúrája megmaradjon. Ezek nem 5 perces történetek. Ugyancsak a következő képek is ezt bizonyítják. Ha meg egy más típusú objektumról van szó, ott is, hogy, hogy lehet egy nagyon síkbeli struktúrát térbe visszaadni, nagyon nehéz. A következő pár kép az csak igazából azt mutatja, hogy hogyan is nézett ki az első ilyen webes digitalizált anyagunk, és rátérve egy susmikára, hát például a herbárium lapoknak vagy ugyancsak az akvarelleknek a fotózása borzalmasan komoly szaktudást igényel. Nem csak technikailag, hanem olyan háttérismereteket is igényel, hogy milyen típusú fényel kell dolgozni, és hát itt döbbentünk rá arra, hogy egy ilyen igényes, sem elkészített weboldalhoz azért, hogy mondjam, nagyon sok társzaknának a hozzáadott értéke is számít. Tehát, hogy elmondják azt, hogy, hogy hogyan is szabad ezeket lefotózni. Ezek a képek már hatalmas úgynevezett restauráláson mentek keresztül a Photoshopba, hogy most itt a 2000-es technikáról beszélek, hogy ilyen minőségű elfogadható képeket kapjunk, mert sajnos az összes szín elmászott. Egy nagyon fontos dolog, amit mi is elfelejtettünk, hogy színskálát kell tenni minden digitalizáláshoz. Színskála nélkül nem szabad digitalizálni. Mert gyakorlatilag onnantól kezdve helyreállíthatatlan a színek. Erre vannak standardek, kaphatók a kereskedelembe. Hát nagyobb múzeumok ma már úgy digitalizálnak, hogy minden egyes herbáriumnak célzott van egy színskála. Ugyanúgy a baboly fotózása sem volt egyszerű feladat, főleg akkor, amikor a egyik csáp még a gyűjtés során elveszett, és akkor ezt elektronikus úton kellett fotolni, hogy mégis azért valaki kinézett az állat, szóval mégis az egyik csáp, hogy ezt hiányzott az adott állatnak. Most ugyanakkor a nagyon fontos szempont volt akkor, és talán most is, hogy olyan gyűjtemények kerüljenek digitalizálásra, amiknek a történeti értékük hatalmas, és gyakorlatilag bármilyen olyan katasztrófa, ami érheti egy intézményt, véglegesen is megsemmisülhetnek. Vásd 56-ot, amikor voltak gyűjteményészek, amit lehívtak a Lepke gyűjteménybe, és az mentette meg sokszor az anyagot, hogy nagyon erős tölcs a szekrényekben tárolták, és nem égett át az anyag. A következő kép egy Pál János festőnek a digitalizálását jelentett, azt hiszem ezt még a Gyuri végezte az ősidőkben. Hát ő tudja megmondani, hogy nem volt egyszerű történet, és itt is ugyanaz, hogy utána minden egyes képkor pixelt letisálni kell, hogy ez így nézzen ki, hogyha kivetítjük egy ilyen minőségbe. Itt is felhívnám a figyelmet arra, hogy a megfelelő háttérnek és a megfelelő szögnek a kiválasztása egy koponya fényképezésénél milyen fontos. Ezeket nem tudom, hogy hol lehet tanulni. Ha az ember vagy ráérez, vagy tényleg egy fotoművész készített ezeket, hogy ezeket az ember maga próbálja így összerakni,
garantált, hogy nem fog sikerülni. És egy utolsó kép még erről a projektről, aki észreveszi, hogy mi a igazi szenzáció az első képből, az kap a végén tőlem egy sört, mert ez is azt mutatja, hogy gyakorlatilag nem is olyan egyszerű ilyen látványképeket digitálisan megcsinálni. A következő nagyobb projekt, ez már egész másról szól, ezt a kollégáim vettek ebben részt, ez a létrehoztak egy úgynevezett Európai Biodiverzitás Örökség Könyvtárat egy EU-s pályázat keretében. Ez egy nagyon nagy nemzetközi projektnek volt a része, ez Ázsiától kezdve több kontinensen is létrehozták ezeknek az ilyen lány fiókjait, és ebbe működött közben három kollégánk, akik gyakorlatilag, ez az oldal még ma is él, tehát ezt érdemes megnézni. Viszont volt egy óriási nagy probléma vele, hogy nagyon szépen teljesítettünk, nagyon komoly anyagot, dokumentumokat digitalizáltunk be, illetve megadatoltunk, csak a követelmény rendszer ebbe a projektben az volt, hogy oldalanként legyen letaladottolva az összes beszkennelt dokumentum. A mi felfogásunk és az ő felfogásuk meg az volt, hogy cikkenként, mert ennek látták értelmét, hogy ne oldalanként legyen dokumentum letaladatolva, hanem cikkenként. Eléggé logikus következtetés, hogy egy cikket kell letaladatolni, nem az oldalait. És sajnos emiatt az általunk digitalizált anyag nem kerül be ebbe a rendszerbe, de a múzeum honlapján megérhető, és ez képezi mai nap is azt a publikációs adatbázist, amit jó sokan használnak, remélem közületek a publication.nhmus.hu-n. Ez egy olyan mélységig struktúrált adatbázis van a képi állomány mögött. Tehát itt kapcsolódik össze az adatbázis és a digitalizáció. Tehát egy olyan struktúrált adatbázis van mögött, ami kielégíti mindazon nemzetközi és hazai szabványokat, ami alapján akármikor csatolni tudjuk más adatbázisokhoz is viszonylag egyszerűen a rendszerünket. Tehát ennek a struktúrája egy elég borzalmas táblázatrendszer, nem is olvashatatlan az egy dolog, de nagyon a táblázatok számából látszik azt, hogy mennyire összetett. A múzeum honlapján nagyon jól elérhető, ez a mai napig, a jó pár folyamatunk benne van, majdnem azt lehet mondani, hogy 100%-os visszamenőleg, és itt lehet cikkekre is keresni, és évfolyamokra is, és letölthető PDF van minden egyes cikk mögött, és ez up-to-date, tehát ahogy a kiadványunk újabb kötete jelenik meg, úgy ezeket frissítjük. Talán ez a legkomolyabb eredmény, amit én úgy érzek, hogy sikerült elérni a múzeumi digitalizáció folyamán, hogy a már nem, tehát már befejezett folyamatok, illetve a jelen is kiadásra kerülő folyamatok, elérhető PDF formában is kereshetők az interneten. A következő nagyobb projekt az szintén a Pelegó és a Rajci Mibi nevéhez fűződik. Ez a projekt csak részben érhető el az interneten, a múzeum egyik szerverén, de maga a szerv úgy, mint már megszűnt sajnos, mert ezek az EU-s támogatásból létrejött projektek voltak, és még pár évig utána finanszírozták a szervek fenntartását, utána, hogy ezek elhalnak, ezek a EU-s projektek, és így csak a mi oldalunkon érhető el. Ez a szemantikus terv, ez egy nagyon átfogó technológia. A lényegre az, hogy logikus kereséseket lehet végezni, speciális nyelv az RDF-fel kell megadatolni, és egy ilyen formában lehet rá keresni.
akár genuszokra, fajokra, és akkor utána pedig a fészekkal is lefényképezték és bedigitalizálták, és gyakorlatilag minden egyes tojást meg lehet tekinteni, és mivel nagyon semmi. Tehát itt gyakorlatilag életeket is tolják lenni a tojásokat. A színskála is hiányzik, ami egy nagyon fontos paraméter minden egyes ilyen típusú olyan természettudományos objektumnak a digitalizálásakor, ahol a színnek szerepe lehet az adott témában. Talán az utolsó és a legnagyobb projekt, amiben részt vett a múzeum, ez a Natural Europe volt. Itt gyakorlatilag kb. 2000 objektumot digitalizáltunk is, metadatot is, így természetesen metadatoltunk, amellett természettudományos tanúsfényeket készítettünk tanárok számára. Ez azt jelentette, hogy egy oktató segédanyagot a középiskolás tanárok számára. Ez amikor ez a projekt futott, akkor nagy sikerrel töltögették le a pedagógusok ezeket az anyagokat. Minden fölkerült az Európánába, ami azt jelenti, hogy ez a projekt ilyen értelemben tovább él. Pár ilyen tanösvény ma is fönt van a múzeum honlapján, az a Mindenki Múzeum a néven futott korábban, az új honlapon is megtalálható. Egy ilyen az új honlapon már más felosztáson, de ezek mindennek a EU-s projektnek a termékei voltak. És hát bekerültek ezek az anyagok a Európánába, és ott minden egyes gyűjteményről bekerültek olyan metadatolt példányok, amik valamilyen szempontból érdekesek lehetnek. Hát én most, mivel parazitológus vagyok, ezért kíváncsi volt, hogy valóban elérhetők a paraziták az Európában, elérhetők, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már azóta is bekerültek újabb anyagok az Európának a múzeumról, és most már 3000 a múzeumból beadott digitalizált objektumok száma. A könyvtárról néhány szót, tehát a Nemzeti Digitális Képkönyvtárban folyamatosan, ahogy a fotoarchívum bővül és megtartatolásra kerül, bekerülnek rekordok, és ez egy XML-es struktúrába talán a legjobban menedzselt történet, és 12.000 rekord van jelen pillanatban szó. És még mindenképpen szokta lehetni a GDIF-ről, mert a GDIF-ben a Természettudományi Múzeum, a Perezó is Lacin keresztül több mint 100.000 rekordot töltött be, ami egy mongol expedíciónak a eredményeit tartalmazza. Ez egy adatbázis, tehát ez a digitalizációtól ilyen értelemben távol áll, tehát nem a magát ezt a fogalomkört így nem fedi le, viszont hogyha ez rendesen félelme töltve és kapcsolódna a gyűjteményhez, akkor már egy jóval nagyobb értéket képviselne, mint így ebben a formában. Itt gyakorlatilag a fajra lehet keresni, illetve a lelőhelyére, de azt, hogy a gyűjteményre hol található, és pontosan mikor gyűjtötték, arra már sajnos nem. A legfrissebb és legújabb projekt, amivel részt vesz a múzeum, az a Biotalent, ez a Babocsai Gergely a vezetője a magyar részről, és hát ez egy most futó projekt, amiben a tulajdonképpen úgynevezett elektronikusan is elérhető tanulmányokat készítenek különböző témákban. Ez ott kapcsolódik a digitalizáció és a múzeumhoz, hogy a gyűjteményekben is készülnek olyan rövid filmek, amit például most van készülőben egy a herbárium készítésre, ami szintén mondhatjuk azt, hogy a digitalizáció témakörébe tartozik. A utolsó nagy és már most lassan 4 éve folyó
a projekthez a manda, mindenki ilyen tudja, hogy közfoglalkoztatottakat lehet alkalmazni a digitalizációra a közintézményekben, és ebben lesz részt a Magyar Természettudományi Múzeum. Én ezt az egészet megörököltem a Rajci Miklóstól, ebbe az évbe kezdtem el foglalkozni vele, és próbáltuk valahogy rendbe tenni ezt az egész kérdést. Most ott tartunk, hogy nagyjából tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora állománynál rendelkezésünk kell, hogy valamilyen formában kielégíti azt, hogy a digitalizáció kategóriáját, az a 62 ezer rekord jelenti azt, ami ténylegesen most hozzáférhető kisebb-nagyobb befektetésekkel a múzeumban, és ez a példány szám, ez mutatjuk azt, hogy digitalizált és meghallgatott állapotban van, vagy lesz. Azon túl rengeteg olyan tételre rendelkezünk, amihez sajnos nincsenek a metadatai, de hát nyilvánvalóan ez idő kérdése, és akkor ezek is tovább gyarapíthatják a digitalizált állományt. Eddig a Galambának közel 25 ezer rekordot vagy tételt adtunk át, ami majd felkerül remélhetőleg már jövőre a Manda weboldalára. Látható, hogy eléggé változatos a gyűjtemény kép. A PDF-eket azt azért említem csak ilyen kis számban, mert belső használatra természetesen nagyon sok kéziratot archiválunk PDF formával, de sajnos azért ezeknek a copyrightja az még nem teljesen tiszta, hogy mi az, amit föltehettünk, vagy mi az, amit nem. Mert tudni kell, hogy a szerző halála után x évvel tehető föl vagy válik szabaddá egy ilyen copyright, és ehhez óriási munka megkeresni, hogy a x szerzőből mindegyik mikor hunyt el, és akkor onnan kiszámolja ezt az 50 évet, stb. Tehát ez a lehetetlen kategória, ezért nagyon óvatosan merünk ebbe a témába lépni. De sok-sok ezer PDF van természetesen alapjában, ami hát egyelőre a mandában nem fog bekerülni. Itt találhatok azok a tételek, amit a legfrissebb adataim szerint a szerverem már ott vannak. Ez nem az összes tétel, csak amit a tisztelt kollégák már fölmásoltak a szerverre. A Excel fájlok azok gyakorlatilag a metaadatolást jelentik, hogy egyelőre ez a mennyiségű tétel rengeteg apró fájlban van metaadatolva, majd a jövő feladata ezt adatbázisba fűzi. Még egy adat, hogy a 2016-os múzeumi jelentés, ami nagyjából a adatbázisban keresett kulturális javak számát 2 millióra becsli, vagy pontosan ezt szám körül mozog. Hát itt is egy komoly feladat hárul ránk, hogy ezek mellé valamilyen fajta digitalizált valamilyen formátumú képet vagy szöveget tegyünk, és akkor ezt tulajdonképpen teljesödik ez a munka. Ami nagyon fontos, és egy alapvető kérdés, és ezt az elején említettem, ezt az adatbázisos történetet, tehát a rendelkezésen álló adatokból, amit a Tamás biztosított számomra, csináltam pár egyszerű statisztikát, hogy mai napig az látható, hogy a táblázatkezelő, vagy adatbázisban tartott anyagok aránya mekkora, és nagyon jól látszik, hogy még mindig az adatbázisban lévő
anyag talányon alacsony a táblázat kezelőhöz képest. Hát aki egy kicsit is informatikával járatos, az annak nem kell elmagyarázni, miért nem szerencsés Excel táblázatokba tárolni ezeket az adatokat. Ugyanakkor, hogyha a rekordok mennyiségét nézzük, akkor a helyzet jobb, tehát a rekord mennyiségen nézve az adatbázisokban már kicsivel több, mint a fele található. Ami nagyon hát viszont nem kielégítő, hogy a metadatot vételeknél a táblázatkezelőbe metadatot száma, az jóval van, a rekordok száma jóval nagyobb, mint az adatbázisban. És hát a 162.000 ez azért adódott, mert ez egy olyan kérdőívnek a kitöltéséből született, ami elektronikus formában a Google-ön keresztül történt, és volt pár kolléga, aki félreértelmezte, és itt például ebből a 162.000-ből levonhatunk 123.000-et, akkor viszont hozzáadhatjuk a fotótát, amit nem kerül bele. Amit úgy nagyjából sejteni lehet, és ez alapján a kérdőív alapján, hogy vannak tárgyaink, amik nagyon jól állnak, vagyis egymáshoz képest nagyjából jól állnak a digitalizáció tekintetében, és akkor ugyanakkor az kevésbé, de mivel ez egy 2017 elején felmérés volt, azóta már ők is sokkal jobban belebúztak ebbe a témába. Átérnék a fiók intézményeinkre, mert azért ez is nagyon tanulságos ezeket viszonyítani a intézményhez képest. Számomra meglepően sok tétel került be adatbázisba, például az e-cínizomba. Annak ellenére, hogy ez a rendtélemhez képest viszonylag alacsony értéket mutat, ugyanez, hogyha megnézzük, hogy hány százaléka metadatolt ezeknek a objektumoknak, az egy egészen magas szám. Tehát hogy azt lehet mondani, hogy zírt az messze túl teljesít. A Györgyösnél viszont a helyzet az azt mutatja, hogy ott tulajdonképpen az adatbázisban, vagy Excel táblázatban, itt már csak Excel táblázatokról beszélhetünk, tárolt rekordok, a múzeum, a jövőtőzőhez képest tényleg egy nagyon tekintélyes, amit található. Ugyanakkor itt a metadatolás az jóval alacsonyabb értéket jelent Zircen, és akkor itt egy összesítés annak, hogy valójában hol tartunk. És akkor felvetődik a kérdés a további, hogy mit érdemes digitalizálni. Tehát nagyon egyszerűen azt lehet válaszolni, hogy mindent. Igazából itt két-három dolgot kell, hogy négyet is vizsgálni, az, hogy ez egész sokba kerül, élő munkával jár, és mekkora a számítógépes kapacitású. Tehát rangsorolni kell. Azt, hogy mi legyen ez a rangsor, ezen nagyon sokat lehet agyalni. Én egyet tudtam így első körben fölhozni, ami alapvető lehet, és talán minden múzeumnál, hogy minden múzeumnak van egy policia, és abban megvan határozva a célközönség. A Magyar Természettudományi Múzeumnál az oktatás és a nevelés és intézményekből érkező diákok, ez a célközönség. Tehát, hogyha visszanyúlunk a legelejére a stratégiára, hogy nekünk majd milyen digitalizációs tevékenységet kell folytatni, akkor ez kikerülhetetlen. Tehát, és erre vannak jó példák, ezért mutattam ezeket az EU-s projekteket, ahol pont olyan típusú anyagokat digitalizáltunk, ami valamilyen formában az oktatás és nevelési tevékenységhez kapcsolódhat. Tehát sajnos hiába, mint kutató, egyből mondanám, hogy a típus példányokat kéne elsősorban digitalizálni, és hogy ennek van az legnagyobb jelentősége, hogyha ha egyszerűen a fenntartó és a társadalomnak az igény szintje más diktál. Tehát mindenképpen olyan irányba kell elindulni, ami ezeket a célcsoportokat
hát valahogy is megcélozza, és olyan marketing tevékenységekkel folytatni, és ez a legfontosabb, ami egy külön iparág, hogy valóban használják ezeket a bedigitalizált anyagokat a célcsoportban. És akkor gyakorlatilag itt a sorrend az érdekes lehet ebbe a hármas felosztásba. A múzeumban elsősorban először adatbázis építés volt, utána most jön a stratégia alkotás, és akkor annak kapcsán, hogy hogyan lépünk tovább a digitalizációba. Ma már más intézmények ott tartanak, hogy beléptek olyan aggregációs rendszerekbe, ahol komplett keresőfelületek, szolgáltatási modellek léteznek, és ezen keresztül oldják meg ezt a kérdést. Nekem nagyon szimpatikus az, ami most a Múzeum Digit konferencián elhangzott, ez a múzeum webbe való integrálódás, és akkor a koronnal kerülnek fel egész tovább az Európának az anyagok, tehát ez egyfajta opció, lehetőség a továbblépésre. Nyilvánvaló, hogy ezt minden múzeumot magának kell elmondani, hogy milyen irányt választ. A saját rendszer kiépítése az valószínűleg nagyon drága, időben is borzasztó sokáig eltarthat. Ma úgy tűnik, hogy van egy-két olyan szolgáltató a piacon, akikkel érdemes lenne együttműködni. Hát ez majd a jövő zenéjében erre fele megyünk. És a harmadik olyan dolog, ami nekem eszembe jutott, hogy itt vagy negyedik, vagy ötödik, már nem is tudom, az, hogy ami tényleg úgy megfogja a mai közönséget, az a térbeli digitalizálás. És ennek is, hát most a világkorát éljük, és azt nem mondanám, hogy elérhető áron, de rengeteg pályázatot kezdenek kiírni az NK-ba is, és ez a kormányhatározatban is megjelent a digitalizálásra, tehát érdemes abban gondolkozni, hogy melyek azok a természettudományos objektumok, amiket 3D-be tudnánk digitalizálni, a MANDA keretén belül is lehetne. Úgy tűnik, hogy az újabb eszközbeszerzés keretén ez a MANDA természettudományi múzeum is fog kapni ilyen háromdimenziós digitalizálásra alkalmas eszközöket. És a felvetődik az, hogy mekkora tárgyakat lehet és milyen fontossággal. Hát erre a válasz az, hogy a 20 mikron felbontású adat. Tehát ez több száz megabájtot jelent, tehát itt olyan háttérkapacitásra a tárolásra, ami nem kevés, és kétféle módszerrel lehet ezeket megcsinálni. Úgy tűnik, hogy a fehér fényes digitalizálás az jön be az ilyen nagyobb objektumoknál, és 150-200 felvétellel lehet egy ilyen térbeli tárgyat leképezni, és hát ezzel be is fejezni, mert többet én erről a témáról nem tudtam összerántani. Remélem, hogy gondolatébresztő volt, és hát várom a kérdéseket. Megjegyzésnél, hogy a digitál említem is, hogy a támogatérdésnél a CETA, ugye ez az Európai Természettudományi Gyűjtemény Konzorcia most elindított olyan közös projektet, és néven fut PISCO, aminek az a célja, hogy az Európai Természettudományi Múzeumokat egy olyan egységes rendszerbe fogva össze, megtartva mindegyiknek kiválóságra, amelyek egy egységes kutatási infrastruktúraként tud fellépni az Európai Uniós programban. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyjából egységes protokollok kialakítása, ami nem jelenti azt, hogy egyébként a múzeumok a saját prioritásokat nem tudják megtartani, de hogy legyen olyan egységes protokoll, akár a digitalizálásban is, amivel tulajdonképpen majd későbbiekben az összes európai természettudományos gyűjtemény kvázi egy gyűjteményként használható. Tehát valaki, akár kutató, vagy akár oktatási célra például szeretne bármilyen növény példányokat megtalálni, teljesen mindegy, hogy milyen cél volt, akkor egy közös keresőn keresztül ki tudja listázni, mennyi szomok, milyen adatokkal, milyen példányokkal, milyen digitális adatokkal rendelkeznek, és ezeket le tudja hívni ezen a rendszeren keresztül. Tehát ebben az irányban megy ez a törekvés,
és szerintem ezt már az operával nem sokan az úgy érnek, hogy ebből semmiképpen nem szabad kimaradni, mert ezzel tudom, hogy az egész európai térbe bekerül az összes műzalommal együtt, és nagyon jól kihasználható a menet. És persze a források megszerzésére a cél, hogy szintén jól a Chopin-erről nem esett szó, egyrészt a kígyőszűkösséggel, másrészt az én kapacitásom is még első. Van ennél egy sokkal égetőbb történet, hogy most alakítják ki a névtereket a Széchenyi Könyvtárban. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk beírod azt, hogy Bakoncserni, akkor ottan, hogy nekünk onnan van adatunk, és olyan az adatbázisunk, hogy erre föl van készítve, akkor automatikusan megjelenik a Magyar Természettudományi Múzeum ezen a webben, hogy és akkor rá lehet kattint, és bejönnek az adataink. Tehát ez egy sajnos az a semmilyen olyan adatbázis, amivel mi itt dolgozunk a múzeumban, erre nem alkalmas jelen pillanatban. A hontékat úgy tudom még most a sebe, lehet, hogy majd alkalmas lesz arra. Egy óriási probléma ezzel az egésszel, hogy milyen szoftverrel történjen ez az egésznek a feldolgozása. Most vannak nemzetközi sztenderdek, amik alapból tudják ezt, hát egy pénzkérdése meg lehet venni. Én csak egy olyan 6 évvel ezelőtti adatot tudok, a Múzeum Plusz, ami nagyon sok természettudományos, meg múzeális intézmény használ Európában, az akkor a webes részsel együtt a 10 millió forintba került volna. Nem volt rá akkor lehetőségünk, hogy azt megvásároljuk. Nyilván vannak hazai fejlesztési szoftverek is, ilyen a Hontéka, ami azért nem kedvező, de hát hogyha ezen módosítanak, akkor igen, az egy könyvtári szabványt használ, amit könyvtárosoknak készített, tökéletes, szuper, de nem a természettudományos múzeumról használatos szabványt használja, hogyha ezzel nem lesz kompatibilis, akkor nem lesz elérhető a saját állományaink se, ami már ebben megvan, ebben a diszkós rendszerben például. Tehát itt, hogyha mi nem tudunk olyan szabványokat követni, mint nemzetközi sztenderdek, akkor sehova se jutunk, és ez a rengeteg Excel fájl, amivel dolgozunk, az semmire nem jó igazából, mert nem úgy struktúrált. Tehát itt óriási feladatok állnak a múzeumok előtt, a Magyar Természettudományos Múzeumok előtt, hogyha egy ilyen rendszerbe beszeretnénk lépni. Tehát, és ennek a humán erőforrás igényét valahol nem kell teremteni. De teljesen igazad van, és hát nyilvánvaló, hogy a vezetőséget ezt a kérdést megtalálni fogja. És remélhető. Senki tovább? Köszönjük szépen, nem én vagyok a szervezető, de akkor most átmennénk az emlősgyűjteménybe, és körbevezetném a társaságot.